A Magyar Tudományos Akadémián rendezett védelmi biztonsági konferencián tartott előadást a honvédelmi és haderőfejlesztési programról Benkő Tibor honvédelmi miniszter május 22-én. A tárcavezető elmondta, a napjainkra megváltozott biztonsági helyzet miatt a kormány egyértelműen a Magyar Honvédség nagyarányú fejlesztése mellett döntött. A kormány azt a döntést hozta a biztonság megteremtése, megőrzése érdekében, hogy Magyarország egy erős, modern, ütőképes, korszerű a térség meghatározó haderejét kell, hogy képezze, és ehhez a honvédelmi tárcának megvan nem csak az erkölcsi, de az anyagi támogatása is. A honvédelmi miniszter előadásában a honvédség társadalmi támogatottságának fontosságát is kiemelte. Pozitív példaként említette az elmúlt hétvégén a budaörsi repülőtéren tartott háromnapos haditechnikai bemutatót, amelyen mintegy 70 ezer ember vett részt. Lenyűgöző volt, ahogy a civil társadalom viszonyul a honvédelem kérdéséhez. Korosztálytól függetlenül. És ez is azt mutatja, hogy a társadalmat érdekli a honvédelem kérdése. Az ország biztonságának kérdése. Benkő Tibor a honvédelmi és haderőfejlesztési program összetettségére utalva kijelentette, a kormány és a tárca rendszerben gondolkodik, s már most hosszú távra tervez. Minden területen megújulást szeretnénk. És ez vonatkozik a személyi állományra, a technikai eszközökre, a logisztikai ellátásra, kiszolgálásra, biztosításra. Vonatkozik a vezetés biztosítására, megvalósítására.